Lassú Gardanyúk és a magam nevében megköszönjem, hogy elfogadták meghívásunkat. A zene létfontosságú kapocs az emberek között. Minden nyelven legtökéletesebbiket. Átívve kultúrákon, hangulatokat, érzéseket, gondolatokat képes kifejezni és másokhoz eljuttatni. A zene alapvetően benne a természetben, a csörgetező patak vagy a daloló madár hangjában. A zene végig kísér életünket, a születéstől a halálig. A zene mindamellett koronként és stílusonként változik, az emberek különböző szakaszaiban más és más zenét kedvelünk, de zene nélkül nem tudunk élni. Ma tavasz köszöntő hangverseny invitált bennünket intézni ifjúsági egyestara és kardjú Pásztor Istváni. Úgy gondolom, hogy tavasz köszöntő helyett valószínű tavasz csodálható hangversenyük lesz. A hangverseny műsorának összeállításában az előadó igyekeztek gazdag választékát adja a zenének, így mindenki találhat magának, ízlésének, hangulatának megfelelőt. Azt mindenki tudja, hiszen itt ma a gyerekeink, az önök gyerekei, a valamennyiunk gyereke lép föl. Tudják önök, milyen sokat próbáltak, milyen sok munka van ezekben a fellépésekben. Nyilván kell hozzá egy megszállott vezető, aki képes lelkesíteni hajnalok hajnalát és a diákokat, képes célt adni, hogy igen, miért is kell vállalni ezt a nemes küldetést, és természetesen képes programokat szervezni, mint a mai is, hogy ne csak egy alkalomra, ne csak kettőre, hanem lehetőségek minél több alkalommal tudják megmutatni. Biztosan önök is tudják, hogy nem sokára ez a kis csapat, ha most számban nézzük, nem is olyan kicsit, nem sokára fölépnek majd iskolánkban, a Kelet-Magyarországi Tehetségkutató Társaságában konferenciáján, ugyanakkor pedig készülnek Rómába is. Azt hiszem, hogy valóban igaz, hogy a zene mindenkié, és igaz, hogy ehhez nem kell idegen nyelvet tanulni, nem kell tudni, csak figyelni, mint ahogy most, mielőtt készültünk, ráhangolódtunk a mai témára. Ráhangolódtunk, és ha picit figyeltünk, akkor lelkünk mélyen már valahol készültünk is arra, hogy mi is fog következni. Én szeretném figyelmünkbe ajánlani a Begyeskarnak az összes produkcióját, a szólisták énekeit, zongorítéséről és a tánckarnak a műsorát. Fogadják szeretettel!